Basszus, szelfizünk kéne, nem? Fú. Cynthia diktátorról sokan sokfélét gondolnak. A közösségi médiában rengetegen követik, számít a véleménye. A laikus stábjának megmutatta a lakását, és felkértük egy különleges feladatra is. Koncentrált állapotban vagy? Aha. Szólíthatlak Mercedesnek? Senki nem hív így. Egyébként gondoltam arra, hogy amikor levágattam a hajamat rövidre, hogy akkor most így nevet váltok, és a Cynthia helyett, akkor mostantól hívja mindenki Mercedesnek. De aztán túlzásnak éltem meg, hogy ez lehet, hogy amúgy is olyan sok vagyok. Nyilván különc vagyok az elfogadotthoz képest, vagy a közösségekből mindig kilógtam egy kicsit. Tehát neked, te elfogadod azt, hogy te más vagy, és akkor már be is vállalod, hogy te más milyen vagy. Figyelek a saját választásaimra. Tehát, hogy én azt gondolom, ami meghatároz minket, azok a választásaink. Tehát, hogyha van egy ilyen lélek, az úgy fog kifejlődni személyiségé, hogy ez a lélek vonzódik és választ. És nekem ezt már gyerekkorom óta az anyukám tiszteletben tartotta az én választásaimat, és mindig érdeklődve figyelte, hogy vajon mi lesz a következő, vagy hogy mit, miért és miért gondolom így. És bennem ez megmaradt, hogy én érdekesnek találom a saját szűrőmet. És azt, hogy ez egy kicsit elüt az átlagtól, ez sokszor nehezíti az életemet, ugyanakkor nem törekszem arra, hogy ez így legyen, ez így van, és ennyi. De elégedett vagy. Én szeretem magamat. Nyilván egy nagyon szenvedélyes ember vagyok, ezért sokszor tudok nagyon lent lenni. A lent levésem is, vagy a lent létem is arról szól, hogy sok esetben jobbnak tartom magamat, vagy jónak tartom magamat, és a világot meg rossznak. De ezek nyilván elborult állapotaim. De nekem van önbizalmam. Tehát bízol magadban? Tehát, hogy értsük jól, igen, hogy én bízom magamban, mert tudom, hogy jó ember vagyok. És ez a hitem, ez így szinte mindenen átsegített eddig mindig. Ez volna itt a nappali stúdió keverék. Nem zavar az, hogy például folyamatosan magadat nézed? Képzeld, engem nem. Rendkívül zavarna. Én nagyon szeretem, tehát hogy most van a macskám, de még nem voltam macskám, addig itt egy csomó tükör volt. De ilyen törött tükrök. Hát most tükörben most is van, ezt van most be. Is, tehát a tükör az nagyon egy, fontos. 1, 2, 3, 4. Aztán ez a hálószoba. Ó. Itt történik a varázslat. A gyalupad. Ezt szokták mondani? Ó, igen. Elég pornós azért ez a szoba. Pornós? Hát itt is van két tükör alapból, neked alapvetően, tehát ez szerintem így a Covid iszonyatosan örülne neki, szerintem, hogyha ilyen, ha ma forgatna is ilyen helyszínek. Egyébként tökéletes, hogyha a plafonon is lenne tükör. Mutasd meg ezt a szobrot például, mert ezt te csináltad, vagy vetted? Ezt én csináltam. Szerettem volna csinálni egy fotót, amin a Twin Peaksből Tuško Lady vagyok, és ölelem a fát, nem tudom, megvan ez a karakter. Meg a karakter. Aztán a végén nem csináltam meg. De ez a fa megmaradt, és így megfogtam, és így nézegettem, és akkor eldöntöttem, hogy akkor ebből csinálok egy szobrot. Hát ez itt én vagyok. Vagyis egy nő, akinek a szívéből jön ki így az érrendszer, ami így körbehálózza. Egyébként ez itt meg van repedve, és szerintem ez nagyon szép hasadás. És akkor a másik oldalon pedig egy férfi. Jó, méretes. És... Uh-huh. Ja, hát igen. És ez bármilyen jelentése van a te életedre nézve? Hát ez egy ilyen párkapcsolati gyászszerűségről szól, vagy így a férfi és a nő. A Hamvas Virától van a Fák című írás, ami nagyon nagy hatással volt rám, hogy a fa az két nemű. És ezt a két neműséget próbáltam megfogalmazni. Te figyelj, amikor mondjuk feljön egy pasi ide hozzád, akkor ezt fogadja, mi az első. Maradjunk annyiban, hogy olyan gyakran nem jönnek fel hozzám fiúk. Jó, akkor lány, nekem tök mindegy. Egyébként volt már fent egy fiú, és átgondoltam, hogy butaság volt így lennie, és így. És ez azóta így van, hogy esetleg újra jönne. Ha esetleg újra jönne. Már ezek okay. után. Hát figyelj, nem tudom. Én átgondolnám kétszer nyilván. Hát igen. Érzed úgy, hogy itt Budapesten tudsz labdába rúgni művészként? Az az igazság, hogy egyébként nem vagyok egy karrierista ember. Tehát, hogy engem sokkal inkább, ez annyira ilyen... közhelyes, ez engem a szeretet motivál egy csomó helyzetben inkább, és a hit mondjuk abban, akit szeretek. Viszont gondolkozni nagyon szeretek, és ezt valamivé manifestálni is, és hogyha erre van
kereslet, vagy nem is kereslet, hanem érdeklődés, vagy érzékenység, akkor ezt is szívesen megosztom, és ez jó érzés nekem. De hogy nem töröm magamat azon, hogy labdába rúghassak. Nem töröm magamat. Hogyha nem érdekel senkit, akkor tovább vagyok. Mondok szavakat. Igen. És mondd el, mit jelentenek ezek a szavak. Szerelem. A szerelmet tartom az egyik legizgalmasabb dolognak ezen a földön. Egyszerűen hihetetlen, hogy két ember egymásra gyakorolt hatása az így megváltoztatja így a biológiánkat, vagy a kémiánkat, és a hangulatunkat, és a szív ritmusunkat. Szerintem ez egy csoda. Egyébként egy szerelmes típus vagyok, ha a barátaimat megkérdezem, mert az elmúlt egy évben volt egy csomó szerelmem, ami amúgy nem volt valódi, de hogy egy ilyen lelkesedés. Viszont az az igazi szerelem, amikor tényleg tehát olyan, mint hogyha kiukadna a szíved, és így szétfolyna a tested, és az agyadba kötne ki a vér. Még megy a film a fejedben? Folyamatosan megy a film a fejemben. Pont ez lenne jó sokszor kiiktatni, hogy ne menjen. Tehát, hogy amikor most utaltál arra, hogy nem alszom, hát én nagyon rosszul alszom. Tehát, hogy így pár órákat alszom, és felébredek, mert annyira hiperaktív az agyam, hogy sajnos nem tudok aludni. De valamennyit azért csak kell. A nihil, vagy a csalódottság, a szomorúság, ami el tud altatni. Most mennyit aludtál? Ma tudtam aludni sajnos. Akkor most nem vagy jó állapotban. Voltam már jobban. Oké, ott is van egy kép. Ja, ott is van egy kép, Robert. Az én vagyok, mint Jeanne d'Arc. Egyébként ez a betegségem előtt kész, beteg voltam már, megműtöttek a nyakamból, kiszedték a csomókat, és ott az eredeti sebben látható a nyakamon azon a képen. Azt megnézném. És igen, a műtétem után a harmadik napon készült. Azt a mindenit. Tehát az az igazi sérülés, vagy vágás. És akkor ez azt az attitűdöt sugallja, hogy én hogy álltam hozzá ez az egész. Orvosok mit reagáltak arra, hogy 3 nap után mész kifotózni? Hát ezt ők nem tudták. Na jó, de nem kellett volna bent tartani téged még? Ja nem, ahogy eljöttem, ezt meséltem ezt a képet. Tehát nem voltam annyira jó, volt egy ilyen műtét utáni depresszióm. Így jöttem le az altatóról, ez kicsit rossz volt, de én nagyon jól viseltem ezt a betegséget, tehát az én életem szempontjából nem ez volt a legnehezebb időszak, hanem inkább a tavaly tél, amikor a pszichiátrián pihentem egy kicsit. Pihentél, vagy bevittek? Bevittek, és pihentem egyet. Ó. Oh. Mi történt? Kiégtél? Ja, kiégtem egy nem kicsit. Nem aludtál? Nem aludtam, kiégtem. Gyász. Kicsit paranoiás lettem, szorongásos. Volt ott minden. Ha ez nem lenne az életedben, ez a média gang, a média felhajtás, amit általában vagy kiprovokálsz, vagy egyszerűen csak úgy adódik, hogy ez körülötted van, akkor mi lenne? Boldogtalanabbnak érezni magad? Mert ugye ez is az önkifejezésed része. Ugye ez nagyon váratlanul jött az életembe, és nagyon sokszor utáltam, gyűlöltem, nagyon-nagyon nem szerettem. Tehát a furcsaságom az nyilván így érdekes volt, és mindig visszakanyarodtam oda, hogy valahogy ezekre a felületekre így, vagy már csak az oldalaimon keresztül is felhívtam magamra a figyelmet. Viszont most tartok ott, hogy rájöttem, hogy nekem ez amúgy nagyon sokat is adott, de hogy így megbontotta az álmémet elég rendesen. Az, hogy mindenkinek van egy véleménye rólam, és amit említettem még az interjúnk előtt, hogy folyamatosan exkuzálom magamat, amikor mondok valamit, és igen, ez azért van, mert nagyon sokat ítélkeznek és bántanak az emberek, és kommentálnak, és negatívan állnak hozzá dolgokhoz, nyilván ez egy magyar mentalitás is, ezért az önképem nagyon sokszor ingatag ennek köszönhetően. Van az átalakulós projekted. Megcsinálnál engem is? Már ne érts félre. Mit szeretnél? Cynthia diktátor lenni. Autentikusnak érzed? Meg vagyok benned? Majd kiderül. Oké, hát legyen, megcsinálok. Na, Viktor, elkezdjük? Elkezdjük. Akkor megcsinálod? De akkor tudod, mi az első lépés? Mi? Meg kell szabadulnod a szőröttől. Ó, hát igen, ez egy neuralgikus pont.
De jó lesz, rajta. Jó lesz. Na, én szeretem a szakállamat, az a baj. Are you talking to me? Are you talking to me? Lettél ilyen szörtelenül is. Én most befújom a hajdat, Viktor. Na, takar le. Na jó, jó. Rossz érzés? Hát kurva hideg. Ja? Mikor láttad utoljára nem ősznek a hajadat? Hát 13 évesen. Na, mert érdekes, mert szerintem neked fekete hajad volt? Fogalmam sincs már, anyari. Jézusom! Ezt akartad, basszus! Na jó, Viktor, akkor foglalj helyet. Akkor, hozzam a smink cuccomat. Az átalakulás az fontos? Mindig próbáltam tetten érni tényleg a múltamnak azokat a karaktereit, vagy pontjait, amiktől azzá váltam, aki most vagyok. Az utolsó projektem, a 2019 hős karaktereinek a megfogalmazása, ezek is mind autentikus karakterek. Tehát az influencer, az innovátor, a mesterséges intelligencia, cyberbullying. Valahol ezeket így érzékelem magamban. De akkor, ez nem átalakulás. De ez hanem így ez, egyben jelenti a te művészetedet? Ez az én személyiségem, vagy ez az én gondolatvilágom, vagy arcpoétikámnak a része. Itt az fontos hangsúlyoznom, hogy ezek autentikus karakterek. Tehát nem átalakulok más se, hanem valamit megtalálok magamban, amit szétboncolok, és egy elemét megmutatom. Na, Viktor, hát nem lesz egyszerű. Vagy hogy is vagyok kifestve? Egyébként nagyon nehéz volt, amikor csináltam ezt a Heroes and the Stories sorozatot, hogy az utolsó képen én vagyok, mint én, tehát önmagam. Uh-huh. És körülbelül háromszor indultam neki ennek a fotónak, mert önmagamat volt a legnehezebb megfogalmaznom. Ez a Heroes and the Stories, ez arról szólt, hogy van egy témám, hogy 2019 hős karakterei, és akkor ezt így megpróbálok átszellemülni. Ez most annyira rossz? Nem, csak fura. Átszellemülni és megfogalmazni. És ezért szerintem tehát ennek van egy ilyen társadalmi üzenete, az, hogy Elon Musk meg Kim Kardashian, nem az volt a lényeg ennek a dolognak, hogy pozitív vagy negatív hősök legyenek, hanem olyanok, akik erre a társadalomra hatással vannak a jelenünkben és a jövőnkben. Ez amúgy nagyon abszurd, hogy most Na mindegy, én nem dolgoztam fel, hogy te most én leszek. Remélem, nem bánod. Nem. Ez nyilván az simogatja az egómat azért. Nyisd ki, kérlek. De ne annyira, csak egy kicsit. Akkor fejtsük be. De ne nagyon. Nyisd ki, jó, hát nem vagyok sminkes. Na jó, így. Hogy csinál neked ilyen hatalmas csomós pillákat? Nekem is hosszú. Mint a szempillám. Tudom, hogy arra gondoltál. Igen. Mert az előbb nem bírtad keresztbe rakni a lábodat. Ne, Viktor, összekented. Bocsánat. Semmi baj, de összekented. Fiú, kérdeztek valamit? Aha. Te nagyon... De ne haragudj meg érte. Jézusom, kérdezz. Hogy a szád? Igen. Az gyári? Aha. És a cicim is. Ez már egy nagyon régi ilyen kamu piercing, de ilyen oxidálódott, azért annyira nem szép, de ezt bele tudod rakni az orrodba. És ez egy végigfolyt a kis taknyod? Dehogy is, ezt sose használtam. Túl nagy. Nem tudsz feljebb? Hova fel már? Hát felszívom véletlenül. Dehogy is, ezt feljebb kéne nyomni. De ne én csináljam már. Na. Ezt te tudnád belenyomni az orrodba, Viktor? Na, végre. Jó. Piszok rossz. És te így jársz minden nap ezzel a cuccal. Így. Na. Mennyire hasonlítunk? Nézzük a tükörbe. Szerintem hasonlít, nem? Szerintem hasonlít, nem? Hát nehéz amúgy. Nem? Nincs bennem... Mert ahogy már említettem neked, hogy kicsit olyan érzés, mintha se nem gyerek lennék, se nem felnőtt, se nem nő lennék, se nem férfi. Tehát, hogy így egy ilyen, annyira ilyen androgűnnek érzem magam, vagy nem tudom. Ugyanakkor vágynék arra én is, hogy így bedobjam magam, tudod? De ezt csinálod. De közben meg nem, vagy szerinted de? De, szerintem de.
Kontaktlencse. Ja, a kontaktlencse! Ó, miért? Hát ez, a kontaktlencsét felejtettük el. Basszus kúr. Be tudsz rakni kontaktlencsét? Életemben nem volt kontaktlencsém. Jaj, basszus. Szintén a diktátorrá változásom utolsó lépése következik, amikor olyan lesz a szemem színe is, mint az övé. Ben van, ugye? Ah, nincs benn. Várjál, berakom én. Nem, egyébként bele kéne fektetni, na. Oh. Leesett? Nem, amúgy. Ha nem. Leesett? Nem. Oh, most figyelj, akkor berakod rá. Én folyó hozzáért a földhöz. Hát te hát leesett. De hát fel van mosva. Oh. Oh, benne van, de... Mi van? Mi van? Nem jól van benne, van. Valami nem jó. Én is hát, most jó, most jó. De most jó. Ó, de szúrja. Ó, kiesett. Hol van? Ó, a szemem. Ó, a szemem. Hát én mindenre pisülök. Viktor, nincs ki? Ki van nyitva? Nincs ki nyitva, basszus. Nincs. Maradj, ahó, kiugrott, ahó, majdnem ott voltunk, és kiugrott. De nem akarsz erőre jönni inkább? Nekem úgy az összes tetszik rólad. Hát ez mennyire, úristen, ez hihetetlen, ez te vagy. Fotózzunk egyet.